Január 19-én a Várkert bazárban adták át a Média Családért Alapítvány és a Képmás magazin által alapított Családbarát Médiáért díjat. Az 500 ezer forinttal járó elismerést Kemp Zita, az NL Café munkatársa vehette át, akinek két írása is versenyben volt a díjért. Egy 17 éves lány, Seres Linda története. Hát nehezen indult az ő családjuk sztoria. Elvesztették a szüleiket. Az édesanyja meghalt, az édesapja pedig az alkoholizmusba menekült. Négy testvérének a nevelését ő maga vállalta föl, ő ment be a gyámhivatalba, ő kérvényezte, hogy ő lesen a felelős szülőjük, tehát tulajdonképpen édesanyával lépett elő. Az élet az felleltározhatat, az mindig produkál valami olyan újat, ami addig nem ismertünk, ami meglep, és azt hiszem, hogy erről beszéltem én is, hogy az ember éli a hétköznapjait, ugye ez, hogy sok teher van a vállán, és elolvas egy-egy ilyen történetet, akkor rögtön el tudja rendezni az életet, és látja, hogy mások mennyivel nehezebb helyzetben is, hogyan állnak helyt hittel, szeretettel és áldozatvállalással. Idén első alkalommal a Családbarát Médiáért díj mellett két másik elismerés is gazdára talált. Az Emmy által támogatott Média a Nemzedékekért díjat az M1 Kossuth Rádió Keresztes Ilona által szerkesztett Vendég a háznál című műsora kapta. A Külhoni Családbarát Médiáért díj pedig a Gyergyói Hírlap munkatársához, Balázs Katalinhoz került. Nem véletlenül. Díjazott írásának hatására közadakozás indult a cikkben bemutatott család megsegítésére. Szerencsére az olvasók még nem úgy gondolkodnak, hogy igen, megírták, és vagy igaz, vagy nem, hanem a lelküket megérinti egy-egy írás. Így alakult ki az az összefogás, amitől jobb életminőségben él a család. El lehet ítélni a szülőket olyankor, amikor azt látjuk, hogy gyengék, vagy különböző hibáik vannak, de a gyermek akkor sem hibás. És ez a történet azt bizonyította, hogy ha szeretgetjük a gyermeket, akkor jobbá válnak a szülők is.